Sziasztok! Ez itt úgy fent a kockákkal, és ezúttal egy igazán egyedi DVD kiadást láthattuk, ami nem más, mint a Hobbit változás, bővített változata, amely követi a hagyományokat, amelyeket a gyűrűkre a 4 DVD és extra bővített változat kiadásai ráhagytak. Sőt, ha lehet, hogy fogom azni valami és kibővített teljes, nem kevesebb, mint 9 órányi extra van ránk, és plusz 3 extra a DVD, nem 2 és 6-7 óra, mint a gyűrűkora részeknél. Szóval azért az elég durva. Ezen kívül viszont a film esetében sokak számára csalódást okozhatott, hogy 13 perccel kevesebb. Hát bocsánat, csak 13 perccel több a bővítés, amely ugye 17 perccel kevesebb, mint a gyűrű szövetség esetén, és majdnem fél órával kevesebb, mint a két torony esetén, és 40 percet kevesebb, mint a király szatér esetén. Szóval azért ez nem várták volna sokan. Viszont ennek ellenére egy csodálatos kiadással állunk szemben, hogy elmutatom nektek, hogy miért. Egyrészt csodálatosan néz ki, ezt talán már észrevettétek, nagyszerűségével és nagyszerűségével, és továbbra is követi ezt azt a stílust gyakorlatilag összeraktam, amit a gyűrűkora kiadványnak is, hogy gyakorlatilag ilyen könyves hatása van az egész kiadványnak. És nagyon szép. Hozzá kell adni, hogy szerelmem szerint ez a kiadás szerintem sokkal jobb, sokkal keményebb tokot kapott, mint a gyűrűkora esetében, pedig az sem volt rossz, de itt ez nem biztos, hogy tönkre fog menni az évek során. Így a minőségre is figyeltek, és ez nekem nagyon tetszik. Itt láthatjátok a Bilbo Baggins rövidítést, azaz a zsákos Bilbo, angol, itt pedig a címet, és a makjelet, ami gyakorlatilag gondol az utazást akarja prezentálni a váratlan utazást. A kiadvány sajnos, még nem sajnos külsőleg angol, de belül minden magyar felirattal ellátott. No, nézzük konkrétan, mi lapul itt lehet. Bent nem más lapul, mint egy gyűrűkora 4 DVD-s kiadásos hasonló kis ilyen 4-5 DVD-t tartalmazottok, amely szintén egy kicsit ilyen könyvborítós feelinget kapott. Tehát leginkább olyan, mint hogy egy könyvet néznénk. Láthatjuk, ugye ez a film végén valami vége felé. Érdekes, hogy ez került ide, viszont jól néz ki. Csak azt hiszem, hogy mondjuk a film elejére a közepéről lesz valami. Mert ugyanis ez majdnem a folytatás már. No, hátul pedig ugyanúgy láthatjuk ezt a kis makjelet. Ami baj, személyen szerint eltérben a külsétokkal, amiről az előbb meséltem. Ez a belsőtok, ez gyenge. Vagy legalábbis sokkal gyengébb, mint lehetne. Tehát ahagyjuk a előző 4 DVD-s kiadásához képest. És ott, tehát gyakorlatilag pont fordítva van, tehát ott a külsőtök gyengébb, a belsőtök erősebb, itt fordítva van, a külsőtök erősebb, a belsőtök gyengébb. Tehát ez is furcsa dolog. Belül pedig láttunk egy térképet, viszont ez a térkép sajnál jó, mint a inkulásítén, ott van, hogy sokkal nagyobb volt, és itt nincsenek jelölések, most nem vettem észre, próbáljátok észrevenni, de nem, nincs. És nincs benne papír se, jól tudom, de ezen kívül itt van még egy másik kép, ez talán egy kicsit ilyen rajzolt kép, nagyon tetszik, ez ugye viszont a film elejéről van, még a Hobbit valamás jelenetben nagyon jó. Néz ki, kis hangulatos. Na, itt pedig láthatok megint egy hiányosságot a Jumper DVD-hez képest, hogy nincsen itt fizetecske, viszont van egy rövid leírás, hogy mi várható rá, szintén angolul. Most pedig nézzük a DVD-t. Megfordítom, vannak még lenne a könyvek, tehát így. Itt van a DVD, ez az első film DVD, és arrébb megyünk is, egy újabb meglepetést láthatunk. Sajnos, vagy nem sajnos, úgy adották meg a DVD kiadást, ahogy nem kellett volna. A gyűrűkora DVD kiadásnál ugye 4 különálló oldala volt ennek a belső toknak, hogy fogalmazzak, mindegyikben csak egy szupra DVD. Itt nem tudták azt sem megadni, hogy 4 hely legyen, lett inkább 3, viszont emiatt ugye 2
két lemez lett, amivel semmi gondom lenne, ha nem lennének félig meddig egymással, és azáltal akár sértve egymást. Meg lehet karcolni egyebek, nehéz majd leszedni, főleg ezt a másodikat, de ez könnyű, de utána a másodikat már nem annyira. Illetve lehet, le lehet szedni természetesen, ha ezt leszedjük, elrakjuk valahova, de ott is porosodhat, megsérülhet egyebek, és utána szedjük le ezt. Tehát nagyon komplikált. A másik az, hogy nálam konkrétan azt hiszem, igen, ez a második DVD, ez alig akart lejönni, már majdnem kiszenvedtem itt magam, mire le tudtam szedni, egyszerűen rossz volt valószínűleg ez a nyomó gombja, most már elvileg jó, valami el kellett mozdítanom benne, és jó lett. Tehát meg vannak a negatívok ezzel a kiadványa, itt pedig a további kettő DVD látható. És ezen vannak az extrák, ezen és ezen pedig a film másik fele, illetve az első filmben még van egy ilyen új-zéland hát reklámfilm egyben, és hát középföldi mutató, tehát merre forgattak, hol forgatta, az már látható volt a neten, a YouTube oldalakon is. Viszont amiket ezeken a DVD-ken láthatók extrák, azok viszont nem. Én már az első DVD-t megnéztem, meg a filmet is, bővített filmet. Magára a filmről majd egy külön film adásban fogok beszélni, és filmtár adásban, valószínűleg Dvalinnal egyetemben, aki már szintén megszerezte ezt a kiadványt, és látta is a filmet, illetve az extrák egy részét. Majd bővebben ezekről abban a videóban regélnénk. Tehát ez a kiadás fele más érzéseket kell tartalmilag csillagos ötös. Viszont kül alakban sajnos már nem csillagos ötös, bár abban mondom, bizonyos szempontból sérülékenység tekintetében, külsődök esetén a gyűrűkora trilógia se volt olyan jó, viszont annál ez szerintem egy kicsit rosszabb, úgyhogy abban egy négyest kap, egy gyenge négyest. Na hát igazából ennyit akartam mondani erről a szép kiadványról. Tényleg ajánlom nektek, ajánlom minden filmrajongónak, és főleg azoknak, akik szeretik középkorai kalandokat. Tetszeni fog nekik ez a kiadvány is, és hogy a film miért és mennyire, és hogy igen, és hogy megérik el bővítéseket, azt majd egy újabb videón meg tudjátok. Addig is búcsúzom tőletek, a mielőbbi viszontlátásig. Sziasztok!